adunk az időnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó nagybőjtünkben már negyedik alkalommal próbálunk a keresztúti álltatosság jegyében elgondolkodni azon, mi is az a keresztút, hogyan is alakult ki, első századtól kezdve, 14. századtól már olyan módon, mint ahogy ma is imádkozzuk, 14 állomásban végig gondolva Jézus szenvedés történetét. Eljutottunk lélekben olyan helyekre, Lúdra, Fatimába, vagy akár csak Bakonybélbe, Csíksomjóra, ahol nagyon szép helyszíneken és nagyon komoly művészi alkotások segítségével tudja az ember végig elmélkedni Jézus keresztútját. És hát persze beszélgettünk már arról, hogy vannak olyan stációk, amelyekről értesülhetünk a Bibliából, de van olyan, ami csak kikövetkeztethető, mint például az esések, biztos, hogy többször is elesett Jézus, de pontosan nem tudjuk a részleteit ezeknek az eséseknek. Ma kicsit folytassuk azzal, hogy nézzünk meg néhány ilyen stációt, ilyen keresztút állomást, konkrétan mire is kell aszociálnunk, miközben elgondolkozunk azon, hogy mire is emlékezünk, hogyan is kezdődött, folytatódott, majd ért célba Jézus azzal a bizonyos gerendával a vállán, vagyis a Szent Keresztfával. Nem minden stációhoz szeretnék hozzáfűzni ilyen elmékedést, ezt a célt a keresztúti álltatosság kell, hogy szolgálja. Mindig más és más központi gondolatot a stációknál megpróbálni eszünkbe juttatni. Tehát teszem föl, ha az egyházért akarjuk felajánlani a keresztutunkat, akkor jusson eszünkbe az egyház az első, a harmadik, a hetedik, a tizenegyedik stációnál is, és annak jegyében gondoljunk az eredeti történetre. Ha a családokért akarunk imádkozni, vagy akár hálát adni a saját családunkért, múltbeli rokonainkért, őseinkért, vagy felelősséget akarunk tudni vállalni azokért, akik még meg sem születtek, de belőlünk kell, hogy nyerjék az erőt ahhoz, hogy majd ők is becsületes, tisztességes keresztények magyar keresztények tudjanak lenni, akkor ezt a gondolatot kell megpróbálnunk beleültetnünk egyes -egy stáció gondolatába. Az elsőhöz mindenképpen annyit fűznék hozzá. A mai embernek az egyik nagy bakia, amikor másokról akar véleményt faragni, és önmagával pedig nem szeretne szembesülni, hogy az első stáció Pilátus halára ítéli Jézust. Ismerjük a történetet, tulajdonképpen kíváncsi ez a Pilátus arra, hogy ki ez a Jézus. Csak éppen a félelem uralja ezt a kíváncsiságot is, mert azért akár mi is derül ki, ő nem meri vállalni a Jézusért való helytállást, vagyis a bátor melléállást és annak kijelentését, ami pedig kiderül, hogy semmilyen bűnt nem talál benne. Erről eszünk be kell, hogy jusson az általános hozzáállásunk ahhoz, hogy kritizáljunk, hogy X-ben, Y-ban sajnos fölfedezünk, ez vele járulja az életünknek, hogy fölfedezhető bennünk a negatívum, a hibáink, a rossz szokásaink, keményen és egyértelműen a bűneink. De ez az első stáció egyszer mindenkorra arra kellene, hogy tanítson bennünket, hogy ahogy azt mondhatjuk, csak önmaga fölött mondott volna ítéletet. Például bátortalanság, a félelme miatt, Poncius Pilátus, a római helytartó, így kellene, hogy mi is először önmagunk fölött mondjunk ítéletet. Ahogy Jézus mondja is, hogy először a magas szeméből vett ki a, a gerendát, és azután próbált kivenni felebarátott szeméből a szálkát. Ki vagyok én, főleg Jézushoz képest? Mert itt mindig a nagy találkozás pillanata is döntő. Ha én állandóan még magamnál is rosszabbak között élek, és rájuk tekintek csak, akkor kihúzhatom magamat, hogy persze, hozzájuk képest aránylag jó vagyok. Ahogy Péter apostol, milyen érdekes, amikor a föltámadás után Jézus megkérdezi tőle, hogy jobban szeretsz, -e, mint a többiek, akkor rögtön nyugodtan mondja, hogy igen. Mert eszébe jutnak azok az apostoltársai, akikben talán még több gyarlósági hiba volt, mint benne. De aztán már nem lehet, hogy összehasonlítsa magát másokkal, hanem föl kell, hogy tegye a kérdést, egyáltalán tényleg igazi szeretete az, amit ő, a kafarnomi halászpester érez Jézus iránt. Szóval a megítéléssel érdemes gondolkodnunk, foglalkoznunk hogyan is állunk az első stáció kapcsán. De nagyon komoly példát mutathat, vagyis gondolatokat fakaszthat bennünk az ötödik stáció, mégpedig például olyankor, amikor hazánkért szoktunk imádkozni, mert ne felejtsük el, ez is nagyon szükséges, úgy mondhatom kötelező. Mert miről is beszél az ötödik stáció? Erről a Cirenei Simonról. Szirene valószínűleg Afrika északi részén lévő helység, ahonnan oda került éppen, ki tudja hány nemzedékkel előbb persze, ennek a Simonnak nagyapja, dédapja vagy valaki rokon. Magyarul egy kicsit idegen volt ezen a földön. <kül> És most éppen egy idegen tud segíteni Jézusnak. És akkor magyar népünk történelmében jussanak eszünkbe például olyanok, akik idegen földről jöttek segíteni nekünk, magyaroknak. Most itt akár csak a kereszténységen belüli segítségre is gondolhatunk, mint amilyen segítőtársa lett Istvánnak Szent Gellért, aki Velencéből jön, és az egyik jobb keze lesz István királynak. De ilyen Itália földjéről érkező a 15. században, aki hunyadi segítőtársa jobb keze lesz, Kapisztrán Szent János, Kapisztránó, ez a helységnév, ugyancsak nem magyar területen van. Jön, és igazi magyar szívvel, magyarokért való lelkesedéssel tud segíteni nekünk. És mondhatom, még akár az öreg Bembapót is, aki Petőfi mellett Petőfit is irányítva, tud a magyarokért küzdeni, pedig hát lengyel honból származott. És sok-sok olyan történelmi személyiség van, aki segített nekünk, magyaroknak, akár a horvát Bán Zrínyi, nem magyar, hanem horvát, az aradi vértanúk nem mindegyike a szószoros értelemben magyar, és mégis ott van, és Magyarországért, és átvitt értelemben, de a magyar kereszténységért is, ha kell, még a vérét is adja. Például ez arra is meg kell, hogy tanítson bennünket, hogy ne közömbösen hallgassuk más nemzetek sorsát, híradásokban, éhezésről, háborúról, betegségekről halva, természeti katasztrófákról szerezve információkat. Az ember legalább egy mi egy imával, egy együttéző szívdobbanással igenis siesen segítségére annak a másik embernek de ugorjunk. A tizedik stáció például, ugye megfosztják Jézust a ruháitól, ezt a jelenetet adja Hol vagyunk mi sajnos attól, hogy mindenünket odaadjuk Jézusért, odaadjuk a másik emberért, pedig például éppen egy nagy magyar szentünknek mondható pannoniai szentünk, Szent Márton ezt tette, amikor Palástjának a felét oda rakta, egy didergő koldusra. Milyen nehezen tudunk megválni dolgainktól. Ezt kell, hogy eszünkbe jutassa többek között az önmagát mindentől megfosztó Jézus a tizedik stációnál. Ha benéz az ember a, a, szekrényébe, vagy akár a könyvszekrényére, könyves polcára, mennyi olyan értékünk van, amit az utóbbi években nem használtunk. És ha valaki azt mondaná, ad ide, vagy adod a dévai gyerekeknek, vagy adod a szomszédodnak, mert ott van egy gyerek, aki tudná használni. Milyen nehezen tudunk lemondani róla. Tizedik stáció. Jézust megfosztják ruháitól. Persze ez mindig egy kicsit eszünkbe juttatja a pőrességet, a mezítelenséget is, ami szintén korunk egyik nagy tragédiája, hogy nem tudunk illő módon, illedelmes módon öltözködni, megjelenni, testünket ápoltan és a lélek templomához méltóan öltöztetni föl, akár ruhával, akár lelkikincsekkel. Ha egy lelki tükör azt mutatná, hogy milyen pőre vagy, mert nem gondolkozol azon, hogy úgy tudnád magadat igazán fölöltöztetni, ha jó cselekedetekkel, vagy éppenséggel, bőtökkel, alamizsnálkodásokkal ékesítenéd magadat akkor szörnyűködnél, hogy milyen szégyelni való vagy, szégyelni valók vagyunk sokszor. Hát erre tanítson például a tizedik stáció. És még egy, a legutolsó. Jézus holtestét sírba helyezik. Mária ölébe teszik ugyan egy pillanatra talán Arimatéjai József és Nikodémus, akik leveszik a keresztről, ott megpihenhet, de aztán Mária is az utolsó útjára kíséri Jézus holtestét. Nagyon nagy próba kedves testvérek, hogy hogyan gyászolunk, hogy mennyire imádkozunk például éppen akár az üdvözlény Mária szavaival, hogy most és halálunk óráján legyen segítségünkre ég édesanyánk. Egy beteg, egy agonizáló, egy haldokló, egy intenzív osztályon, műtét után ki tudja még mi mindenre számító ember mellett. Tudunk-e imádkozni? Tudjuk-e őt Mária ölébe helyezni? Ott van a világhírű Michelangelo által készített piéta. Milyen megrendítő a maga szépségével ez a 20 éves Michelangelo által készített gyönyörű szobor. Hogy pihenott Mária ölében a holtest? És milyen nagyszerűséggel, milyen bátorsággal öleli, és ugyanakkor mégis szinte fölkinálja az ölében fekvő Jézust Mária. Mária nélkül nagyon csupasz lenne egyházunk élete és egyéni életünk is. Máriával könnyebb kísérni valakit az utolsó útra, könnyebb eltemetnünk valakit, befejezni az életet, a sajátunkat is ha Mária ölében érezzük magunkat, miközben kezdünk betegeskedni, kezdünk gyengülni, mert, mert, már őszülünk, mert már itt is fáj, ott is fáj, vajon mi mindent teszünk meg azért, hogy a földéletünket életünket meghosszabbítsuk, és mennyi mindent nem teszünk meg azért, hogy a földéletünk életünk után az Isten országába jussunk. A 13. 14. stáció mindenképpen ezt juttassa eszünkbe. Kedves a testvérek, lassan nagybőtünk végéhez érkezünk. Talán éppen néhány nap múlva már nagypénteken az utolsó keresztutat járjuk, vagy utoljára gondolunk arra, hogy Jézus ezen a napon délután háromkor kilehette a lelkét. Elcsendesednek a harangok, és mi készülünk ugyanakkor már nem csak nagypéntek csonka miséjére, hanem a nagyszombat éjjelén, húsvét vasárnap, a föltámadási szertartásra. Mi az egész keresztutat. Úgy kell, hogy lássuk, hogy tudjuk. Annak befejezése nem a sírba helyezés, hanem a sírból való feltámadás. Szép nagy hetet, szép húsvétot, kegyelem teljes ünnepeket kívánok már most, talán még néhány nappal, húsvét előtt is licétesség a Jézus Krisztus. Értéket adunk az időnek.